most próbálja úgy, hogy most tanultuk együtt a szavakat elnyelni, az er, az end, ezeket. Hát azt nem ígérem neked a Peter. Ezt. Én annyiszor meghallgattalak külön ezt az egy szót, mert még a többit még azt... P, mintha lenne ott egy H. Peter. A P után P-ta. Próbálok egy H-t rögtön, hogy ilyen visszhangos P legyen. Peter. Az. Peter. Az milyen jó. Mint a P, az, tudod, milyen jó lett, Tibi? A PH érték a reklámokból, tudod? Most már ezt meg is írom, írod be tollamba, amit jelzed, hogy PH. Na hát akkor is könnyű. Na hát én azt hittem, az a legnehezebb, csak lehet, ez a legkönnyebb. Hát igen, kell nekem ez a tényleg ez a szájbarágós ahhoz, hogy ki tudjam ejteni, mert én nagyon nehezen tanulok, tehát én ezt elismerem, nekem a nyelvérzékem az egyenlő a nullával. Ezt a mondatot meg se hallottam, mert mi most magyarul istenien beszélünk, tehát a fejedben van egy olyan rész, ami képes nyelvet tanulni. Hidd el, más is ugyanilyen tempóba teszi meg az első lépéseket, és emlékszem, én is így tettem meg. Mitől tudnád máshogyan? És gondolj bele, hogyha most a kiejtést helyére rakjuk, mert szerinted 5 óra múlva újdonság lesz az, hogy a Pétert hogy kell kiejteni, vagy a komme elje eltűnik. Tehát ezek annyira evidensek lesznek és belédivódnak, hogy ez így pislogunk egyet, és megyünk a következőre, és nagyobb tempóba fogunk tudni haladni. Most alapokat rakunk le. Jó, rendben. Ami nagyon jó volt, az egy mondatot, amit ugye megvetettük kezdetben. Hogy mentél a játszótérre, ugye, és mentél Mária Bider nénihez megint. Igen. Ez nekem, ha nem tudom, hogy ismét újra, volt egy olyan határnál, ismét újra ellenőriznek, én tudtam, hogy az a Wider szó, az ismét újra. Mondom, de jó, hogy vagy, én egy szót el tudtam mondani, olyan boldog voltam, hogy nem kellett kibóbéznem, hanem mondtad ezt a Wider Mártát, hogy úgy hívták ott a tanítónézőt, hogy Wider Márt, hát mondom, isteni vagy tényleg, de szóval tényleg vannak olyan szavak, amit tényleg ilyen tudomásról megragadnak, és tényleg olyan egyszerű dolgokon az ember tud úgymond örülni, hogy én ennek nagyon-nagyon hálás voltam, hogy végre el tudtam mondani, hogy ismét újra, ugye mentem ki dolgozni, ismét újra előznek a határon. Aha. Szuper volt. Tanulság. Valamihez mindig érdemes kötni az új infót. Tehát mindig jobban megragad ezeket, ilyen memóriafogasoknak hívjuk, és a Wider Mária néninél, ahogy látom, ez rengeteg tanulomtól kapom ezt a visszajelzést, hogy ez tutira. Vagy a Péternél bejött most ez a reklámokból a PH érték. Tehát, hogy az egyikből rögtön tehát úgy kötöm az új információt, hogy ráégetem egy a fejembe már meglevő élményhez, képhez, érzéshez, jelenethez, bármihez, ami előhívja.